Mi az igazi érték? Mitől vagyunk értékesek? Mitől állandó egy érték? Hiszel az értékeidben? Értékek. Üdvözlöm a kedves nézőket! Ez itt az Értékek című műsor. Én Gere Benyámén vagyok, a műsor házigazdája. A mai napon Ács Zoltánnal beszélgetek a kalitkába zárva témakörben. Zoli, mi a kedvenc süteményed? Kedvenc süteményem? Édesanyám diós tortája volt, sajnos már nem tudja megsütni, de az volt a legjobb sütemény, amit életemben mindig tudtam enni. Mi a kedvenc zenei műfajod? Kedvenc zenei műfaj? Rockzenét nagyon szeretem, de ma olyan sokszor én nagyon jó popzenéket is szívesen hallgatok. Mit szeretsz most enni, amit akár mondjuk gyerekkorodban is nagyon szerettél? Mi a kedvenc ételed? Tejbegriszt vagy spenótot, én például nagyon szerettem kiskorom, és most is nagy előszeretettel fogyasztom. Mi a kedvenc alkalmazás a telefonodon? Kedvenc alkalmazás? Hát az időjárás mostanában sokszor nézem a kisfiam foci meccsei miatt, hogy ugye szabadba edzünk itt télen, hogy milyen idő van. Facebookot azért szeretem, meg a közösségi médiát az jelenti, valahogy még a többi távol tudtam tartani a mobiltelefonom képernyőjéről. Mikor voltál utoljára múzeumban? Utoljára múzeumban? Hú, ez jó kérdés. Rég volt. Amerikában éltem egy időben, és nekem az volt a szabadidős elfoglaltságom, hogy a Város Múzeum, amit jártam. Szinte ott éltem a hétvégéimet. Ott ugye ezekben a nagy múzeumokban, itt a Metropolitan, a Guggenheim, komplett éttermek vannak, ezek ilyen kisebb városok szinte. És én ott rengeteget jártam múzeumban, de ez elmaradt mostában, ez az élmény jó pár éve, pedig nagy múzeumlátogató voltam egy időben, úgyhogy szerintem 10 éve. Hogy iszod a kávédat? Kávét feketén és erősen. Cukor minden nélkül. Mi volt az utolsó sikerélményed? Utolsó sikerélményem, azt ma reggel felébredtem, és magára az életre ébredtem fel, és azt éreztem, hogy egy csodálatos napom lesz. Mi a kedvenc első tevékenységed reggel? Mi az, ami beindít? Ami beindít, én nagyon hiszek abban, hogy az első 5 percben eldől, hogy milyen lesz a napunk. Hogyha én meg tudom az elmémet azzal tölteni egy várakozás, hogy de jó, hogy felébredtem egészséges, hogy nem sokára megölelhetem azokat, akiket szeretek, és hogy Isten ma is adott egy csodálatos napot, vagy ennek az érzésnek az egyvelege, vagy ad egy nagyon jó érzést, ami elkísér egész napra. A mai témánk a kalitkába zárva. Hogy lehet ez érték? Mikortól lehet ez érték? Vagy az ebből való szabadulás maga az érték? Hát kalitkába zárva, azt látom, hogy nagyon sok ember kalitkába zárva él valahogy a komfortzónáján belül egy számára biztonságos és kényelmes életet épített fel, és talán ez egy kalitka, amiben nincsen igazán benne a változásnak az élménye, a kíváncsiság. Szerintem ez nagyon veszélyes lehet egy kalitkába zárt életben, hogy nem maradnak kíváncsiak az emberek, hanem kialakítottak maguknak egy komfortzónát, ahol egy kétes biztonságérzetben élnek. Hát persze az elmúlt 2 év bebizonyította, hogy az élet máshogy működik. Ha mi nem lépünk ki a kalitkánkból, akkor az élet bele fog lépni a mi kalitkánkba. A műsor elején beszélgettünk, hogy ki mire gondolt ugye a kalitkába zárva a témakörben, és kijött, hogy egy kicsit más volt a megközelítésünk, és számomra ez nagyon érdekes volt. Mindig szeretek olyanokkal beszélgetni, aki egy kicsit másként gondolkozik, mert érdekel, hogy miért. Tehát te arra gondoltál, hogy komfortzóna, és abban vagyunk a saját kalitkánkban, én arra gondoltam, hogy ez valami külső kényszer. Beszéljünk akkor a kalitkáknak a különböző fajtáiról, mienségéről. Van-e jó kalitka, rossz kalitka? Ebben egy pár szót mondj nekünk. Valójában a kalitkáról a bezártság. Itt eszem, hogy egy nagyon szabad lelkű srác voltam már egyébként kiskoromtól kezdve, mikor 14 évesen eldöntöttem, hogy vállalkozó leszek a kommunizmusba, úgyhogy igazából vállalkozó egy volt a családomban, aki minta volt, és egy lakótelep panel 10-ről, erre nem sok esély volt, hogy vállalkozó legyek. Aztán 19 évesen már saját cégem volt, tehát én nagyon hiszek abban, hogyha az élet ad is nekünk kalitkát, vagy bizonyos időszakokban szűkebb mozgásterünk van, én valahogy hiszem, hogy ezeket a kalitkákat fel lehet törni, lehet nagyobb kalitkákat
találni. Persze van, amikor kellenek a kalitkák, tehát van, amikor időszakokban szükség van erre, és tapasztaltuk ebben a két évben, és hogy vannak intézkedések, amik azért védenek minket is. Igyekszem ezt azért rugalmassággal kezelni, de van, hogy a kalitkáról kicsit a bezártság érzet jut, a kényszer, ez nekem nagyon nehéz elfogadni, elég szabad életű ember vagy. Megint mondtál nekem egy új dolgot, hogy a kalitkára, mint mondjuk korlátozó tényező értelemszerűen gondolunk, de ez akár lehet a mi érdekünkben is. Tehát ez nekem most nagyon új dolog volt, mert nem így gondolkoztam a fel, hogy esetleg ez a kalitka, ez lehet a mi érdekünkben is, bizonyos adott időre természetesen. Milyen hatása van a bezártságnak az emberi lélekre? Nemrég Bagdi Emőkével adhattam elő Szegeden, sőt, az nagy élményem volt, hiszen az első élő előadása, ez pont az őnek egy szegedi előadás előtt kaptam 10 percet, és hát nagy élmény volt. Tehát ugye a Covid után, ugye mi találkoztunk is egy szeptemberi előadásom, utána igen, lezártak az előadások 2020-ban, és 21-ben én vele adhattam először elő. És ő mondta, hogy az emberi lelket az nyomorítja meg legjobban, ha a közösséghez való tartozásunkat veszik el. És én nagyon hiszek az ember közösségi lény. Az emberek alapvető szüksége, hogy közösségbe élje az életét. Szerintem a bezártságnak ez volt, van is egy nagy veszély, meg volt is, tapasztaltuk az elmúlt két év, hogy az emberek egyszerűen frusztrálódnak, egyre lejjebb kerülnek, mentálisan rossz állapotba kerülnek, ha elveszik azt, hogy kapcsolódhassanak más emberekhez. Persze az online ezt tudja pótolni, hiszen én is egy nagy közösséget építettem pont ez alatt a vírus időszak alatt, amikor az emberek otthon voltak és szükségük volt lelki támogatásra, de én szerintem hosszú távon, ha emberektől megvonják ezt a valahová való tartozást, a közösségémét, az érintést, az ölelést, azt szerintem nagyon veszélyes lehet. Tehát talán a bezártságnak ez lehet az egyik legnagyobb átka. Segíts meghatározni, hogy mi számít közösségnek. Én itt most konkrétan létszámra gondolok. Mitől közösség egy közösség, hány főtől? Lehet-e az embernek a családja a közössége, vagy azért többre is szüksége van közösség címszó alatt? Úgy gondolom, hogy többre is szükség van. Valahol a része kell lenni a közösségnek, és akár építhetünk is közösséget, én ebben nagyon jó vagyok, de ha találunk egy olyan közösséget, ahol egyezik az értékrendünk, akár hitrendszer, szeretve vagyunk, nem vagyunk megítélve, akkor azt gondolom, ez nagyon fel tud emelni egy emberi lelket, és akár ennek a családunk is a része tud lenni. Persze a legerősebb közösség az a család, mert ha ott gond van, az nem működik, akkor ezt tágabb közösségben nem fogjuk tudni ezt felettetni, vagy leplezni, úgy gondolom, sőt, ott sem fogjuk igazán jól érezni magunkat. Persze tud életmentő lenni nehéz helyzetekben, de valahogy létszám függvény ezt nem is tenni. Ha visszajön, Jézus egy 12 fős közösséget épített az elején, ma már több milliárdan vannak. Adott időszakokban is lehet, egy kisebb közösség sokkal erőteljesebb tud lenni, mint mondjuk egy nagy közösség része lenni, ami akár személytelen is lehet. A közösségre gyakorolt a hatása az milyen? Ez arra gondolok, Zoli, hogy ezek különböző méretűek, tehát mondjuk lehet egy ország is, amely mondjuk nem engede, ugye régebben a kommunizmus alatt nem volt mindenkinek útlevele, nem lehet oda és akkor utazni, amikor akartál. Milyen hatása volt az emberekre ez az állapot, ez a kalitka? Hát én konkrétan emlékszem, édesapám kereskedő volt, tehát ő tudott Németországba járni, Párizsba, utazott a világba, és mindig hozta haza nekünk a nyugat termékeit, tehát ugye Walkman, sétáló magnók, nekem volt meg a húgomnak, hát a Debrecen általános iskolában ott mi voltunk a legnagyobb sztárok hónapokig, mindenki velünk akart barátkozni, egy kicsit ő is hallgathasson bele azokba a zenékbe, amit akkor hozott Metallica, kazettát hozott édesapám Párizsban. Az volt az első kazettán? Az volt az első kazettán, Metallica. Sose felejtem, azóta is nagyon szeretem őket, tehát nagyon szeretem a rockzenét, de hát aztán Depeche Mode-tól kezdve sok minden eljutott így hozzánk, így a nyugati zenei kultúra, meg öltözködési kultúra. De ez volt a legizgalmasabb nekünk, hogy nekünk ez miért nincs itt. Ez nekem nagyon furcsa milyen volt. Milyen hatással volt a magyar emberekre? Nem csak a magyar emberek éltek ilyen helyzetben akkor, de ugye te itt éltél akkor, gyerekként éltél itt. Igen. Mit tapasztaltál szüleiden, mit beszéltetek erről, hogy ez milyen hatással van, akár a családra is?
Maga szerintem az, hogy nem hiszem, hogy először nyugatra tudtunk utazni, egy olaszországi útra mentünk el, tehát nekünk nincs tengerünk, és hát a világ azért sokkal szélesebb. Attól is, és szerintem, és erre biztatom is majd a gyermekeimet is folyamatosan, hogy ugye menjenek, lássanak a világból, és szerintem ezt elven egy embert, hogy megismeresse a világot, más kultúrákat, azt szerintem nagyon veszélyes, és hát láthatjuk is a történelemben, ez hosszú távon sose tud működni, amikor konkrétan társadalmakat, országokat akarnak egy kalitkába zárni. Miről lehet a kalitkát felismerni? Vannak-e jelek? Hát azt gondolom, hogy ami valahol belsőleg azt szerintem, hogy embernek kell éreznie, hogy most mi az, ami neki nem jó, mi az, ami kívülről van rákényszer. És előbb-utóbb az emberi individuum erre szerintem fellázad valahol belülről, mert megérzi, hogy az életettől többről kell, hogy szóljon, én úgy gondolom. Valahogy az ember belülről fel tudja ezt ismerni. Mit lehet tenni a szabadulásért? Én hiszem, hogy az életnek a növekedésről kell szólnia. És amikor az életem stagnál, vagy csökken, akkor az felismerhető, hogy akkor ott valami kalitka van, valami elzárja az én növekedésemet. És nem tudok fejlődni, nem tudok növekedni, akkor egyszerűen kalitkát kell vártani. Ugye szoktam mondani, hogy egy cápa is akkorára nő, amikor a vízfelületet be tud úszni. Tehát mindig nagyobb vízfelületet kell keresnünk, nagyobb, vagy kirúgni a kalitka oldalát. Minden kalitkából van-e kiút, vagy úgymond van egy végső kalitka az életed vége felé, amiből már csak ugye a túlvilágra való távozással lehet természetes úton kilépni? Nemrég volt egy beszélgetésem, ugye én Erdélyben is dolgozom, és Erdély egyik legnagyobb vállalkozóval volt szerencsém beszélgetni, 60 pár éves, hát romániai szinten is az egyik legnagyobb cég, de európai méretben is ugye 1000 alkalmazottja van, 35 éves a cég. És én úgy gondoltam, hogy egy fél órát biztos kapok tőle, hát ez egy 3 órás beszélgetés lett. Nagyon-nagyon jó volt az a beszélgetés, sokat tanultam belőle, és mesélt arról, hogy nem sokára átadja a gyerekeinek ezt az egész vállalatot, amit megépített, és kérdeztem, hogy mit fog csinálni utána, mivel fog telni utána az értelme, fog ez hiányozni neki. És azt mondta, hogy utána Zoltán, én fel fogok készülni arra, hogy majd találkozni fogok a Teremtőmmel. Azt mondta, ez lehet, hogy 10 év vagy 20 év van még itt a Földön, de arra fogok készülni. Hát én ilyen kalitkát szeretnék magamnak, így erre gondoltam, hogy az életem utolsó szakaszában azt a végső kalitkát, ami maga az örök élet és az én hitrendszeremben, az Istennel való találkozás, és hát annak aztán valószínűleg, hogy már nem lesz vége, de itt a Földön egy ilyen utolsó kalitkát én is szívesen elviselnék, hogy erre felkészülni, hogy majd találkozok azzal, aki megalkotott, hát ez egy izgalmas dolog lehet. Ahogy hallad előre a beszélgetésünk, ugye bennem is egyre jobban körvonalazódik, hogy nem minden kalitka negatív az életünkben, és hogy szükségszerűen át kell esnünk ezeken, és néha pont a mi javunkat szolgálja. Én nagyon tényleg azt tudom mondani magamról, hogy a kalitkáról mindig, mint negatív fogalomról gondolkoztam, de ahogy te beszélsz róla, kezdett kicsit megfordulni bennem, hogy ez valóban inkább értem is tud lenni. Beszéljünk arról, hogy melyek azok a kalitkák, amelyeket nem feltétlen kéne megélnünk, mivel hogy mi alkottuk magunknak. Talán, hogyha negatív hiedelem rendszerből. Uh-huh. Tehát nagyon sok ember egyszerűen generáción keresztül hordoznak egy olyan hiedelem rendszert, amit készen kaptak, vagy a családjuktól, vagy mondjuk egy közösségtől. És ezt nem feltétlenül kellene hordozni, mert egyszerűen elfogadtak valamit igazságnak, ami egyébként nem az ő igazságuk, de egyszerűen ebből, és erre építik fel az elvárásokat az élettől, és igazából amit elvesznek az életből is, az minden ebből a hiedelem rendszerből van. És ha ez nem tetszik, körbenézünk, és nem tetszik az életünk, akkor valószínűleg egy rossz hiedelemrendszer mentén építettük fel az életünket. És ez nagyon meg tudja mutatni azt, hogy mi a baj az életünkben. Hogy lehet erre rájönni? Mert amikor az ember, könnyű kívülről látni valakit, hogy ő bizony valamilyen skatujában, valamilyen kalitkában éli az életét, és látni, hogy nem jó neki, de az, aki benne van, nem feltétlen látja, hogy én ezért nem haladok előre, vagy ezért nem vagyok elégedett magammal, a családommal.
hogy lehet erre, vannak rávezető kérdések, amit az embernek magának föl kell tennie, és abból ráeszmél, hogy bizony egy olyan kalitkában vagyok, pont amiről te beszéltél, hogy ez egy olyan hitrendszer, amit nem az enyém, nem a sajátom, hanem beleszülettem, és itt valamit változtatnom kell. Vannak-e rávezető kérdések, vannak-e jelek, hogy lehet ebből szabadulni, eszmélni? Nagyon sokszor egyébként egészségileg vagy mentálisan vannak olyan jelek, hogy úgy valami nem jó. Uh-huh. Én szoktam mondani ugye, hogy a gyümölcsöket figyelem minden ember uh-huh. életében. Ugye Jézus mondta, hogy gyümölcseiről ismerik meg a fát, és egy jó fa jó gyümölcsöt terem, rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Tehát ha valami nem stimmel az életemben, vagy érzem, hogy ott frusztrálva vagyok, nem jó, akár a kapcsolataim egészségen, nem érzem jól magam a munkahelyen, frusztrál az a munka, amit csinálok, vagy úgy érzem, hogy sokkal több járna az élet javaiból, amit elveszek, akkor ott valószínű, hogy valami nem jó, valamin változtatni kell, hiszen nem jó a gyümölcse. Én úgy gondolom, hogy ez lehet egy olyan támpont, hogy valahogy nem tudom úgy élvezni a mindennapokat. Valami üresség van bennem, vagy szorongás. Volt-e már olyan helyzet az életedben, hogy kalitkában érezted magad? Abszolút. Én ugye 2010-ben mindenemet elvesztettem, és én akkor egyszerűen nem volt tőkém, nem volt a kapcsolataim, én az értékesítésbe kezdtem el dolgozni, és egy 6 évet értékesítésből éltünk, külföldön is dolgoztam, Bukarestben is éltünk a családdal, és ott 2017-ben jöttem rá, hogy ez egy kalitka nekem. Egy rossz hiedelemrendszert építettem fel magamba, hogy ez lesz az a lehetőség, amivel megváltoztatom a családom életét. Csak éppenséggel rá kellett nézni a gyümölcsökre, hogy anyagilag, karrierben, érzésre egy helybe toporogtam 6 éve. Tehát nem jó gyümölcsöket termett ez a hitrendszer, hogy nekem az értékesítés kaptam, mint küldetést. És ez egy nagyon kemény kalitka volt. Én szoktam mondani ugye, hogy az igazi, tehát minden életben az áttörés egy hiedelemváltással kezdődik. És nekem ez egy hiedelemváltás volt, hogy rá kellett jönnöm, hogy Isten nem ezt az utat adta nekem, bárhogy 6 évig én becsaptam magam. Szoktam kérdezni ügyfeleimtől, hogy ha megkérdezném a feleségét, mi a legnagyobb hazugság, amit elad magának? Vagy a férjét? El lehet rajta gondolkozni. Ezek a kérdések segítenek egyébként. Van-e fals kalitka érzés az ember életében? Arra gondolsz, hogy ő úgy érzi, hogy ez kalitka egyébként? Nem az... Igen. Én az elmúlt 2 évet nagyon sokszor láttam azt, hogy akartak jó dolgokat adni az embereknek, és rögtön, mivel ismeretlen volt, rögtön ellenségesen reagáltak. És szerintem itt is a hitrendszert, hiedelemrendszert sok embernél felül kellene vizsgálnia, hogy bizonyos dolgokra miért reagál olyan ellenségesen, csak azért, mert még előtte való generációkban ez nem volt meg. Sok dolog felmerülhet az elmúlt 2 év, amit újdonságként adtak oda az embereknek. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kellett volna ugye 2 táborra szakadni a világ népességének, mert szinte például mind bármelyik oldalnak ez fals kalitka volt, hiszen egyszerűen nem engedte még azt sem meg, hogy a másik nézőpontból meg tudja nézni a világot. Megtennéd, hogy összefoglalnád nekünk az, hogy a kalitkák az életünkben mennyire segítik elő a mi előre menetelünket, személyes fejlődésünket, avagy, hogyha nem segítik, milyen esetben hátráltatják? Közben most így a gyermekeimre gondoltam. Uh-huh. Ugye nekik fontos, hogy ugye mi egy kalitkát csinálunk, ha akarjuk, ha nem szülőként, de ők ugye ezt feszegetnék, ezt a kalitkát, vagy nem is értik, hogy sokszor miért van ez. De ugye mi szülőként egyszer megalkottunk egy olyan védelmet körük, ami az ő életük egyszerűen például, hogy nem tehet meg bármit. Hogy nem beszél csúnyán, nem kiabálhat, nem lehet tiszteletlen a szüleivel, és a gyerekek ezt feszegetik, ezeket a határokat. Tehát nekünk nagyon erőteljes akaratú fiunk van, lányunk, fantasztikus gyermekek, de ők bizony feszegették a határaikat. És itt azért fontos a szülőnek, hogy felállíts, hogy figyelj, gyermekem, eddig és nem. Tovább is hiszen az életben is egyébként vannak ilyen dolgok, amit akár Isten a teremtőnk is, vagy akár mi az értékrendünkből gyökerezik, hogy egyébként megtehetném, de mégse teszem meg, mert valahogy azt az erkölcsi értékrendet, vagy azt a morális életet, amit választottam, abban ez nem fér bele. Én talán erre gondoltam most, hogyha így kalitkákra gondolunk, és természetesen figyelni kell arra, hogy mi az a kalitka, ami már korlátoz minket, ami visszafolytja az életünket, hiszen az életnek a növekedésről
kell, hogy szóljon. És ha nem jó gyümölcsöket terem, meg kell nézni, hogy nem-e mi alkottunk egy olyan kalitkát, vagy mások tettek bele egy olyan kalitkába, hiszen egy adott ponton a fiam körül is lesz kalitka. De én hiszem, hogy ez, amit itt megtanult, az fogja megadni, hogy amikor meg lesz az a nagyobb szabadság, amikor kilép, akkor már ő tudja, hogy mik azok a kalit, mik az a határ, ameddig ő is elmet be az életben. Nem teszünk másoknak rosszat, szolgáljuk az embereket, mindig túl akarunk teljesíteni, nem alul. Tehát ezek olyan dolgok, amik felül mi felállítunk nekik most egy kalitkát, de egyszer ebből úgy is kilépnek, de ezek hiszem, hogy aztán egy nagyobb játéktéren szolgálni fogják őket, mert ő se akarja ezt lerombolni, ami működtette az életét, vagy segítette. Remélem, ez úgy érthető. Számomra igen, hiszem, hogy a nézők számára is. Zoli, köszönjük, hogy itt voltál velünk, és elmondtad, hogy miket gondolsz a kalitkáról. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, önöknek is köszönöm a figyelmet, és nagyon örülök, hogy Zoli számomra is új koncepcióból mutatta meg a kalitka fogalmát, mégpedig, hogy lehet az életünknek megjobbító hatása. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál ma. Én is köszönöm. És a kedves nézőknek is nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak, és megtanulhattuk együtt, hogy a kalitka nem feltétlen jelent rosszat az életünkben. Vannak olyan kalitkák, amik olyan korlátok, amik a mi javunkat szolgáljuk, de nagyon fontosat is tanultunk, hogyha az ember megnézi a saját életében a gyümölcsöket, hogy az adott életszakaszában miket terem, és hogyha azok nem jók, akkor bizony olyan kalitkába került, amiből ki kell törnie, tovább kell mennie, mert ahogy a Zoli mondta, az életnek a fejlődésről kell szólnia. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem hasznosnak találták ezt a beszélgetést. Isten áldja önöket, viszontlátásra! Viszontlátásra.